hidat, mely átível a völgy felett. Úgy, ahogy apa keze átível anya válláig, és összeköti azt, ami eddig ketté volt szakadva. A karintben egy gyermek kapaszkodik. Ott ring és várja. Anya vagy apa hatalmas keze majd alányul, és megmenti őt a szörnyű mélységektől. De apa üres keze lassan anya inge alá csúszik, és anya üres keze lassan apa karján kezd játszani. Szép, ugye? Aha, nagyon szép. Én még nem is láttam a parkot. Teljesen más. Igen, tudod, van az úgy, hogy a dolgok nem változnak, csak az, ahonnan nézzük őket, és már is egészen más lesz. Tényleg, erre még nem is gondoltam. Most megfogom a kezét. Megfogom, de úgy, hogy ne gondolja azt, hogy megfogtam a kezét. Most megfogja a kezemet. De úgy, hogy azt akarja, hogy azt higgyem, hogy nem fogtam el a kezemet. Milyen puha. Ennyire puha egy lány keze. Most már nem tehetek úgy, mintha nem fogtam volna el a kezemet. Mert megfogta a kezemet. Ő is megfogja a kezemet. Most ránézek. Ránézek, hogy lássam, hogy néz, miközben fogom a kezét. Olyan szép vagy. Most meg miért mond ilyeneket? Azt akar, hogy teljesen elpirulja? Na tessék, már is teljesen vörös vagyok. Mondjuk, legalább lehet azt mondani, hogy a naptól. Szerencsé, hogy ennyire süt. Mint a nap. Mi van a nappal? Olyan vörös vagyok, mint a nap. Olyan gyönyörű vagy, mint a nap. Na tessék, nem gondoltam volna, hogy pont ezt fogom mondani, hogy pont egy ekkora hülyeséget. Egy bulin kezdtem.
hogy olyan legyek én is, mint mindenki. Hogy azt legyem, amit ők. Az elején még nem akartam állandóan cigizni. Petra, te cigizel? Hülye vagy? Át az arcmenek, meg szerintem nem ismerem. Mi bajok? Csúnya vagyok! Olyan csúnya vagyok, mint egy hulla! Kik mondják ezt? Hát nézd! Nézd meg őt, meg nézd rám! Egy hulla nem ilyen. Tudom, hogy hogy néz ki egy hulla. Volt egy kutyám, csak megdöbb. Figyelj, hol egy kurva jó ittet, jó? Jó. Na, két faszi megy az utcán, beszélget. Kérdez egyik, hova mit? Moziba? Mit nézel? Filmet? Mi a címe? Kúvadisz? Mit jelent? Hova mész? Mondd meg a... Mit nézel? Filmet? Mi a címe? Kúvadisz? Te nem érted? Kopj le! Jó mondod, veszem. Te megőrültél? Táncolok meg, elrepít! Mert akkor minden lehetséges! Mert ez az egyetlen, amit nem vehetnek el tőlem! Táncolunk, baby! Yeah! Vége! Vége a nyomtatott civilizációnak. Csak egy program, meg egy-két kattintás is. Ömlik a gépből a Tolstoj, meg a Dostojevski. Értitek? Itt ülünk egy szarkis porfészekben, és bejön hozzánk a legtávolabbi világ is. Értitek? Itt ugyanazt láthatjuk, amit a New Yorkiak. Te teljesen hülye vagy. Ti ezt nem értitek. Hová mész, Péter? Kóvadisz! Mi az a kóvadisz? Azt jelenti latinul, hogy hová mész. Ó, te tudsz ilyeneket? Igen, és van egy ilyen vicc is. És azon mi vicces, hogy hová mész? Hát két srác itt már találkozik, és kérdezi, hogy hová mész, mondja, hogy a moziba, és nézi a kóvadisz filmet. És melyikük megy moziba? Mindketten. Tényleg? Van az egyik srác! Menj a moziba! Másik kérdezi tőle, hogy hová mész? Válaszol rá, hogy a moziba. Mit nézel? Filme? Milyen film? Hát a kóval. Hagyd már abba a rótán ezt a rohadt viccet! És miről szól a film? Szent Péterről. És ezt kit éltek el? Minket? Hiszen Péterről nevezték el. Téged Szent Péterről neveztek el, nem is a Faderodról? Nem, a Faderodat Lajosnak hívják. És történt valami érdekes Szent Péterrel? Keresztre feszítették. Nem Jézus volt? Jézus is, és Szent Péter is. És miért? Mert keresztény volt. De nem csak a zsidókat üldözték? Akkor a keresztényeket is. Akkor miért nem menekült el? Hát menekült, csak kijött Rómából, és kijött Rómából, talán Jézus, és Jézus kérdezte tőle, hogy kóvalisz. Többet hevek, habogat. Ki az a hülye, aki meg akarna halni, amikor nem kötelező, és meg is lóghat? A sorsod előtt nem lóghatsz meg. Hogy mi? A sorsod előtt nem lóghatsz meg. Ezt te találtad ki? Igen, én tudok ilyeneket gondolni. De amúgy szerintem fordítva volt. Mi volt fordítva? Hát, hogy Péter kérdezte meg Jézustól, hogy továbbmész, és Jézus mondta, hogy vissza Rómába, mert valakinek meg kellett halni az apostol helyett. De ez most tök mindegy, a lényeg az, hogy Péter akkor tudta meg, hogy mi dolga volt a világban. Hát, de azért az egyszerű lett volna, nem? Hogyha Jézus megy be, és hogyha megint keresztre feszítik, akkor majd megint földre van és kész. Nem érted? Ha neked kell meghalnod, azt más nem vállalhatja magára. Más nem halhat meg helyetted. A Gabi helyett is meghalt volna a mamája, ha azzal a Gabi életben marad. De ilyen választás nincs. Ez nagyon szar volt. Mi volt nagyon szar? Hogy a Gabi leukémiás. Emlékszel, mikor mondta az ófő, hogy miért nem jön a Gabi? Az tényleg nagyon szörnyű volt. Főleg, amikor bementünk hozzá a kórházba, és senki nem tudott mit mondani. Mert ilyenkor nem lehet mit mondani. Csak ott fekszik, és teljesen kopasz, sárga a bőre. Ilyenkor az ember nem tud semmit sem mondani. Hallgattatok! Mert örültetek, hogy nem ti vagytok leukémiások, hanem a Gabi. Te hülye vagy! Senki nem ilyen gonosz! De pont ilyen szemét mindenki. Én nem vagyok ilyen. És a Péter sem. Jó, akkor ti nem, de a többiek igen. Azért szerintetek tudta, hogy meg fog halni? Lehet az ilyet nem tudni. Biztos azt hitte meggyógyult, legalábbis én azt hinném, ha én lennék. De nem te voltál. Azért az anyukájának is nagyon rossz lehetett. Mert a Gabi már nincs, de ő még mindig ott van. Lehet, hogy örül neki, hogy megszabadult tőle. Ez durva. Mi durva? Amit mondasz? Ilyennek nem lehet örülni. Dehogy nem. Annak, hogy meghal a gyereked? Hát, igen. Például, ha a gyerek egyáltalán nem olyan, amit akartál. Ha pont olyan, amit nem akartál. De akkor is a gyereked. De te csak azt látod benne, hogy ez így szar, hogy ez egy kicsesz, és ettől szar az életed.
te anyád ilyen? Nem. Ő nem. Akkor ki? Az apám. Már megintottál? Látom. Mióta? Nem tudom. Miért áll ott? Rám vár. Ez tiszta napság. Ez a faszi elszívja előled a levegőt. Egy lelki vámpír. De szeretem. Ilyen faszit szeretni? Én nem tudnám. Nekem alapot szabadon. Ez is szabadság. Ez szabadság. Igen, csak másképp. Mert nekünk az a fontos, hogy mindig együtt kell lenni. Az ellen az, hogyha nem tudnánk együtt lenni. Ez nem szeretés, hogy állandóan a nyakadon lóg. Nem veszed észre, hogy olyan, mintha megszűntél volna. De hisz ilyen, amikor szerelmes az ember. Összeolvad a másikkal. Mit csinál? Összeolvad? Ez mekkora hülye duma? Figyelj, te nem vagy az anyám, úgyhogy ne oktass ki, érted? Aztán a végén kiszeretsz belőle, és nem lesz senki, mert a barátaidat leszartad. Akkor aztán kapalhatsz, hogy megbeszéld valakivel, mi volt. Ez egy jelentéktelen alak, aki mindenről azt hiszi, hogy csak akkor az övé, ha birtokolja. Azt hiszi más, mint az apja, pedig font ugyanolyan, mindent meg akar szerezni magának. Ez egyáltalán nem igaz. Pontosan tudod, hogy mennyire szar volt neki otthon, hiszen ő teljesen más, mint a szülei. A fenéket más! Mindenki pont ugyanolyan. Ha hülye szüleid vannak, akkor te is hülye leszel, mert azt öröklöd, amilyenek ők. De ez nem igaz. Csak az a lényeg, hogy mennyire szeretnek, nem érted? A szüleid akár csecsemőkorodban is elcseszhetik az életedet. Jó, hagyd már ezt a pszichológus dumát! Nem az anyja, meg az apja miatt ilyen, hanem mert ilyennek született. De ő nem ilyennek született. Majd én segítek neki, hogy jobb legyen. Te? Azt hiszed, te elég vagy hozzá? Ezt soha nem értettem! Hogy hiheti azt valaki, hogy meg tudja változtatni a másikat? Siettem. De nem tudtam előbb. Hallgat távolra, tudtál volna. Most miért csinálod ezt? Mit csinálok? Nem csinálok semmit, csak várok rá. Te meg nem bírsz akkor jönni, amikor mondtad. Mert ez nem megy olyan gyorsan, nem tudtam előbb. Mert nem akarsz. De egész nap csak kapcsolok, rohanok, könyvek, cuccok, meg minden, de nem tudtam előbb. Mert nem szeretsz. De szeretlek. Akkor nem eléggé. Nem tudom, hogy lehetne jobban. Ráadásul be is vallod. Mit? Hogy nem tudod, hogy lehetne jobban. Mert nem is lehet jobban. Dehogy nem. Sőt, máshogy nem is lehetséges. Kurvára szor nekem, hogy mindig csak várok rád, meg megyek utánad, és közben azt érzem, hogy te el akarsz szökni előlem. Én ezt így nem akarom. Én csak úgy akarom, hogyha te is teljesen. Egészen. Nekem pedig rossz. Mi rossz? Hogy szeretlek? Nem. Csak az, hogy mindig mindenki csak együtt lát minket. Olyan, mintha rajtunk kívül nem is lennének mások. Azért, mert szeretjük egymást. És ha te ezt nem így érzed, akkor te nem elég. De csak nem akarom azt, hogy ne legyenek barátnőim. Turpékolunk, turpékolunk! Jó reggelt, tanár úr, nem, csak együtt jövünk. Együtt! Mindig csak együtt! Különben is. Tudják, mi az igazi demokrácia? No, kéne, tanár úr. Nem ártana! Szabad szerelem. Tudja, tanár úr, amikor mindenki mindenkivel. Zavarba akar hozni, kedves Dávid? Na, engem nem. Legfeljebb az osztálytársnői. Hát engem nem hozott zavarba, tanár. Nem, hát! Úgy bakszik az egész ország, mint a nyulak. Szóval, tanár úr, mi is az az igazi demokrácia? Igen, az igazi demokrácia nem az, amiről történelem órán tanulunk. Választói, törvény előtti egyenlőség. Az igazi demokrácia az internet! Miért, tanár úr, ez hogy függ össze? Nagyon jó kérdés. De válasz egyszerű. Ha mindenki hozzáférhet az információhoz, bárki bekerülhet az elitbe. És ha valaki nem akar? Mindenki akar. Én is akartam, de csak ide jutottam. Ebbe a gimnáziumba. Mert a tanár úr nem ezt akarta mindig. Nem. Senki sem ezt akarta. Nem is kell más, tanár úr? Elég az internet? Elég. Az információ hatalom. De a forradalmat semmi nem tudja helyettesíteni, még az internet sem. Ahhoz, hogy új elit jöjjön létre, az ki kell nyírni a régit. Hagyj már, mi a fasznak leszek szerve? Azért, mert ilyen kedvem van, szóval az öregeket ki kell nyírni. Téved, kedves Dávid. Legfeljebb pár nem gyilkosak lesz. De akkor meg
már mi értelme a változtatásnak? Akkor lesz itt csak más világ, ha mondjuk a nők kerülnek hatalomra. Hogy kik? Például a nők. A nők már most is hatalmon van. Ennek az iskolának is nő az igazgatója. Hogy nem? Ott is áll egy nő az ember mögött. Hallott, szerintem szemétségeket mondtál az órán. Nem lehet akkora szemétségeket mondani, mint amekkora szemét ez a világ, érted? Mert kurva szemét világban élünk. Tudod, hány millióan halnak éhen naponta? Tudod, hány szar ér, hogy ér dolgozó ember? És hogy gyerek van Afrikában? Aztán bazd meg, jönnek az amerikaiak a demokráciával, mert egy fekete az elnök. De ha nem leszel szemét, nem segíthetsz rajta. De ha nem leszel szemét, egyszerűen kinyírnak. De én ezt nem várom meg. Na legalább ennek a szarnak a vége. Már megint vártam. Ne haragudj. Nem arról van szó, nem érted? Csak én mindig rohanok, hogy veled legyek, te meg húzod az időt. De ez nem igaz, mert lehet, hogy én olyan típus vagyok, hogy lassú. Te meg olyan, hogy gyorsabb. Nincs olyan, hogy lassú. Hogyha szeretsz, akkor csak olyan van, hogy gyors. Most hiába húzogsz, tudod, hogy igazam van. De én csak szeretnék normális lenni. Olyan, mint mások. Mint mondjuk a Juli. A Juli egy buta picsa, akinek nincs senki és nem is lesz. De mi egymáshoz tartozunk. Egymáshoz persze, de azért nem kéne mindig külön másoktól. Hogyha másokkal vagyunk, akkor nem tudunk egymásra figyelni. De akkor legalább jobban tudnád örülni, amikor kettesben. Miért te nem örülsz, hogyha velem lehetsz? De, csak... Valami olyasmit kéne csinálnunk, ami örökre összekül. Mit? Nem tudom, például lehetne egy titkos nyelvünk, amit csak mi értünk, vagy egy helyon vár, csak mi állunk. Mi magunk lehetnénk különlegesek, mert hogy szeretjük egymást, az különleges. De én nem vagyok különleges. Én egyszerűen csak olyan vagyok, amilyen vagyok. Attól tudnál az lenni, hogyha szeretnél. Szeretlek. Nem érzem. Hello! Hát, ti csak üldögéltek, és hallgattok? Nem, csak most hallgatunk, eddig beszélgettünk. Rólam? Azért hallgattok? Nem, dehogy is, csak most lett vége a mondatnak. Ja, azt hittem, hogy rólam, de elmegyek hazavarok. Nem, most már nem kell. Amúgy csak azt akartam kérdezni, hogy... Mit? Jöttek este koncertre? Kispára? Aha. Nincs jegyem. Nekem sincs. Szerintem le lehet lóvni. Majd veszünk előttem. Úgy se lesz teltház. Itt csak a Kovács Katit, meg a Korda Györgyöt ismerik. Ez annyira egy szar hely. Azért a Kispál se jobb. Te hülye vagy? Ez teljesen más. Nem! Pont olyan! Táncszene! Egyébként is egyszer minden zene elkurvult. Semmi sem tud azt maradni, ami az eredetileg volt. Csak a Jimmy Hendrix. Mert ő meghalt, hogy szar lett volna. Most jobban megtelett, csak hosszám nem lett el. Ez a baj, hogy most is vannak ezek a számok. Azok a legjobb. Ez nem minőségi kérdés, ez létkérdés, érted? Mert ha szar, akkor is jó, a többi az meg szarra jó, akkor is. Hülyeség. Tudod, mit mondtak 68-ban? Na mit? Az, hogy 30 fölött ne higgyél senkinek, és tudod, hány éves a lovasi, alig fiatalabb, mint a faterom. Szerintem jól néz ki. Ennyi? Hogy jól néz ki, és kész? Miért nem? Ezért nem lehet a nőkkel komoly dolgokra beszélni, mert ennyire hülyék. Te vagy a hülye, aki mindent csak szívni tud, azt is, ami jó. Mert tudom, hogy mi a lényeg. Mi a lényeg? Nem mondom, mert úgyse fogod fel. Különben 30-at nem is csinálnak semmit az emberek. Szerinted miért? 30 fölött hülyébbek az emberek? Nem az, hogy hülyébbek, csak túl fiatalok. Ez a lényeg, hogy ezért ilyen szar minden, mert az öregek uralnak mindent, mert mi a fiatalok oda jutnának, már ők is öregek. Persze, hogy megyünk, mit lehet még csinálni ebbe a szarvárosba? Azt hiszed, hogy máshol nevezlen? Mi? Suri meg koncert! Nem tudom, lehet, hogy minden hely egy szarhely, de ez a legszarabb hely, ahol most vagyunk. Táncolok, hogy tudja, mit vagyok! Táncolok, hogy lerendem a
minden zenekarnak ez a sors. Mi? Az, hogy ugyanolyan lesz, hogy a többi. Minek mondod el háromszor ugyanazt? Mert ami fontos, azt érdemes többször is. Hallod, ugyanolyan vagy, mint a fatalom, az is mindig csak munka, meg felelősség, meg jövő. Nekem elegem van ebből a szarból. De a kispál az más. A zene más, de a lényeg az ugyanaz. Egyáltalán nem ugyanaz. Ha ugyanaz lenne, akkor most is a régi szarokat hallgat. Ez a lényeg, hogy csak ők öregednek, de mi nem! Azért van különbség egy 40-es rocker meg a fraterom közt. Ja, az, hogy ő kopott farmerban keres milliókat, még egy öltöt se kell vennie. De basz meg, egyszer kibújik a szög a zsákból. Akkor már hiába van felvarratva az arca. De legalább addig nem kellett szar életet élni. Azért sokkal szarabb egy öreg rocker zenésznek, mint egy öreg ügyvédnek. Ügyvédnek lenni mindig szar, nem csak öregem. Jó, hát igaz az. Ügyvédek eleve öregek. De én nem leszek olyan, nem leszek 50 éves, még 40 se. Miért? Mert bazd meg, én nem leszek olyan. Milyen? Olyan unalmas seggfej. Egyáltalán nem tőle függ. De ez az, hogy ez tőlem függ. Mert mindenki egyforma. Tucat ember ugyanúgy beszél. Ugyanazt csinálja. Ugyanaz a fotel. Ugyanaz a bútor. Szerintem nem. Az IKEA-ban egy csomófélét lehet kapni. Szerintem egy tucatot tud ezen változtatni? Szerintem igen. Dehogy is. Nézd meg az ajtókat. Pont ugyanolyanra vannak tervezve. Ha valami egy icipicit nagyobb, mint a többi, akkor biztos, hogy csak darabokba fér be. Ez hülyeség. Ez nem hülyeség. Ablakajtó. Ugyanakkor a fürdővécé. Ugyanott az emberek egymás fejére szarnak. Egyforma, mert betonelem. Nem, a betonelem az csak a következmény. Minek a következménye? Annak, hogy mindenki csak ugyanúgy tud élni. Egy háztartásban, egy család. Papa, mama, gyerekek, mindegy hányadék amerikai filmben. Minek laknak kettő egy 60 négyzetméteres kéróban? Nem érted, nem erről van szó. Megcserélheted őket, mert tök mindegy, hogy melyik lakásba mennek haza, mert ugyanolyan. A lakás lehet ugyanolyan, de az ember nem. De! Munka, évé, vacsora! Ugyanaz! Mint egy robot! Csak ott van mögöttük egy fasz távirányító. De honnan tudod, hogy így van? Mert látod. Pont, hogy nem látod, csak ablakon keresztül. Nekem ez elég. Lehet másképp is. Nem. Csak így lehet. Aki másképp él, az már nem él. Hülye vagy? Mi is lakótelepen lakunk. De az kivétel. Én nem így fogom. Akkor hogy? Még nem tudom. 30 fölött nem lehet másképp. Egyszerűen, ha megpróbálsz különleges vagy érdekes lenni, egyszerűen kiutálnak. Én az leszek. Igen, és az öcsémet is az osztom a szabadából. És hoztam egy papírt az iskolából.
És milyen papír? A továbbtanulással kapcsolatban. Kincsám, azt hittem, ezt már megbeszéltük. Tudom, anya, de én szeretnék egyetemre menni. Szeretnék elérni valamit az életben, tudod, valami nagyot tenni. Figyelj! Anno ennyi idősen az én családommal is ugyanez volt a helyzet. És én mit csináltam? Tovább segítetted a családnak. Akkor te miért nem bírod ezt? De hát én is így is segítek eleget, anya! És én nem a te életedet szeretném folytatni, hanem az enyémet élni. Ha nem tűnne fel apád rokkantsága, eléggé megnehezíti a helyzetünket. Az a sok gyógyszer, miből fogjuk mi azt kifizetni? Anya, ez ugyanolyan lesz, csak nem középiskola, hanem egyetem. Megoldjuk, most már mehetek dolgozni is. Majd keresek munkát egy kávéházban. Anya, kérlek! Inkább menj és nézd meg az öcsédet. Légyésznél, ne képzelődj! Rakj rendet! És is tovább mentünk, hogy hát az esetben megszerződött, ez volt. Mindenkinek kell valamit csinálni, érted? Értem. Neked is! De én tanulok! Az, hogy tanulsz, az természetes. Jó, de ezt nem én választottam. Nem választás volt. Ez volt legközelebb. Hát én messzebb mentem volna. Messzebb se jó. Melóztam Pesten. Ha nincsenek haverjai, mindenütt szar hely. De ez a lényeg, hogy nekem vannak haverjaim, és a suli mégis szar. Ez nem tőlem függ. De tőled függ. Jó, biztos, ha nem lennék, akkor egy csodálatos hely lenne. Nem mindig az, amit az ember akar, hanem az, amit a körülmények tesznek lehetővé. Te már megint eszel? Mert éhes vagyok. De nem ehetsz annyit, ott az étel a hűtőn, be kell tartanod. De már mondtam, hogy nem megyek el arra a hülye szépségversenyre, és nem veszek modell meg szépségkirálynő. Ilyen nincs, ezt már megbeszéltük. Velem nem beszéltél meg semmi. Apáddal megbeszéltük. Anya, fogd már fel, hogy apa 3 éve elment! Nem ez a lényeg, anyádi szépség királynő volt. Nagyon nyádi, és te is az leszel. De én a saját életemet akarom élni, és nem a tiédeket, nem leszek olyan, mint ti! Ez az álmú. Ez a ti álmotok, és nem az enyém. Na, Szia! Jó vagy? Persze, mint rendben. Igen, suliban? Ott is. Jó, beszélnünk kéne valamiről, tudod, a nyárról. Mi van a nyárról? Tudod, én már egész kiskoromban dolgoztam nyáron. Tudom, hogy ez volt, mert már mondtad. Igen, én a nulláról kezdtem, és nézd meg, itt tartok. Tudom, az apám miatt. Igen, az apám miatt, az apám a kocsmáig bírta elvinni a pénzt. Amit anyámmal eldugtunk előle, annyi maradt. Tudom, hogy ez volt, mert már mondtam. De ez neked nem számít. De, csak rossz, hogy mindig elmondod akkor is, amikor tudom. És ha nem mondanád, akkor is tudnám, mert látom. Mit látsz? Hogy sokat keresel. És ez neked nem jelent semmit, tudom. De csak én nem olyan vagyok, hogy a pénz. Igen, mert az már megvan, azt én megkerestem. Én más vagyok a pénz. Basszus, de ő tudatos, hogy nem hiszem, mert addig ilyen nagy a pofád, amíg én pénzzel. Másokat is kifizetnek a szüleim. Ezt is anyád mondta. Anyu nem mondott semmit. Igen, tudom, hogy senki nem értékeli azt, ami ingyen van. Anyád se. Jó, mit kell csinálni? Jó, hagyjuk, nem lényeg, értem én, ugyanolyan vagy, mint az anyád, tök mindegy, na. Mit kell csinálni? Az a lényeg, hogy megvettem a kemping üzemeltetési jogait, mert jobb, hogyha az enyém, mint másé. És hogy mit kell csinálni? Mi hát a kölcsönzőt kéne vinni, ennyi? Mikor? Mikor? Nyáron. Jó, de nyáron mikor? Szeptemberig, hát pénzt keresel, olyan, mint hogyha nyaralnál. De nem nyaralok. Hát ugyanaz a kettő. De én nem akarom ezt. De ha bármit el akarsz élni, ahhoz pénz kell. De én nem akarom. Egy új gép esetleg? Ott a régi. Akkor azért fogod ezt csinálni, mert én azt mondtam! Ne kiabálj, ne fecsegj, most takaríts, sikálj! Ne rogj az utcán, nézd ki az ablakon, ne beszélj más lányokkal! Ne álmodozz! El ne szúrd! Ne mondj nemet!
furcsa vagy. Otthon történt valami? Nem! Semmi! Akkor? Nem tudom, de én már nem akarok visszamenni a suliba, sőt a koleszba se, én már nem akarom azt, hogy az apám megmondja, hogy mi hogy van, és hogy mit hogy csináljuk, mert szerintem nem úgy van, én valami mást akarok. De mi más? Azt, hogy örökre együtt legyünk. De hát együtt vagyunk. De úgy, hogy ne legyen külön, te meg én. Én is ezt szeretném. Én nem akarok várni. Most hová mész, Péter? Csak gyere! De merre? Itt, fel a lépcsőn? Igen. És már fent is vagyunk. Mi ez a sötétség itt alattunk? Olyan, mint egy nagy párna. Egy párna? Hogy micsoda? Ugye nem lehet róla elhívni, hogy nem puha. Puha? De mégis mi? A levegő itt alattunk. Olyan, mint egy nagy, fekete párna. De én nem látok semmi más, csak sötétséget. Azért, mert nincs ott semmi. Péter, mit csinálsz, én félek?